Romelu Lukaku. Szevasztok srácok, Csipi vagyok, és megint egy Squad Battles mérkőzésnek a végére kapcsolódunk be, ahol éppen elmegy az ellenfél, illetve a gép, és Neuernek egy hatalmasat védenie. Ugye pénteken új toc jött ki a La Liga, ehhez pedig új heti feladatokat kaptunk, és ugye megint Squad Battlesben is játszani kell ahhoz, hogy toc playert kapjunk. Vége a meccsnek, akkor remélem, hogy sikerült teljesítenem a feltételét az egyik TOTS playernek, ami egy Loan Cross egyébként, és majd megmutatom heti feladatoknál, hogy mit kellett csinálni érte, illetve hogy milyen heti feladatok vannak még, és melyikkel lehet mondjuk TOTS-ot nyerni, vagy melyikkel lehet mondjuk Loan Ikont nyerni. Loan Ikont, Loan Informat, XD, Loan Ikont nem lehet már nyerni. Még régen mindig lehetett Loan Ikont nyerni, egyébként szingli kupákon, srácok, emlékeztek még a tavalyi FIFA-ra, minden héten volt, nem, minden hónapban volt egyszer ilyen Loan ikonos kupa, de most már csak ilyen heti Loan informos feladat van. Vidal lőtt még egy gólt, hát kiadta a gólpassz, nem tudom. Werner, Goretzka, nem tudom. Igazából most a gólpasszokra megyek, úgyhogy német játékossal adjam őket. Szányé megszerez egy labdát, elhúz. Beadja, de most hát bepasszolná, de nagyon gyenge volt a bepassz. És lefújja a bíró a mérkőzést, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány gólpasszt adtam német játékossal. Szányé a meccs embere. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, akkor elvileg az elégséges lesz. Nézzük, hogy nem, az egy-kettő még nem lesz meg. Az még egy, hát tényleg egyébként az Elite 3 azon meg lesz nagyjából két meccs múlva. És akkor nem is játszok többet ezzel a fossal. Na, de nem is ez a lényeg, srácok, hanem itt van, amiért küzdöttünk, ugye heti feladatoknál, az új heti feladatoknál ugye az egyik az az, hogy német játékossal 12 asszisztot adjatok. Squad Battlesben minimum ugye profi nehézségi szinten, és ezért jár majd egy ilyen, azt hiszem 10 meccses, igen, 10 meccses cross, ami pont olyan, mint ugye a múlt héten a 10 meccses alli, tehát értelme nem sok lesz, maximum annyit kipróbálhatok egy 10 meccses cross-t. Ugye ezt a Loan ikon, vagy Loan, de hát ezt a Loan tocot azért hozták be egyébként ide heti feladatba, mert hogy ne tudjatok nyerni kettő darab sima toc játékost, amit aztán beraktok a garantált SBC-kbe, szóval ez egy ilyen köcsökség szerintem. Tavaly, vagy múlt héten sem mentünk már sokra azzal az allival, most kb. Ugyanannyit fogunk érni ezzel a TOTS cross-szal, aki ugye 10 meccses csak. Sajnos berakni nem tudjátok semmibe, tehát játszogattok vele, aztán utána szépen ott majd a klubban meccs nélkül. Na, nézzük meg a többi heti feladatot. Ugye van egy ilyen Raw 30, ugye ez a Rest of the World 30-as játékos. Egy Valeri, egy 88-as Valeri egyébként. Nem rossz kártya, ráadásul argentin, tehát argentin csapatban még akár be is tudjátok építeni. Ezért kell játszani 10 meccset online seasonben, és MLS játékossal mind a 10 meccsen legalább 2 gólt kell lőnötök, tehát 10 meccs, 20 gól MLS játékossal. Mivel mi most itt vagyunk az első osztályban, ugye? Igazából 10 meccset kéne játszanunk az első osztályban, srácok, hát nem tudom, hogy ez most megéri-e. Alex azt mondta, hogy neki fekszik. Ha valaki tudja, de mindjárt megnézem én is, ha valaki tudja, hogy lehet feladni teljes szezonokat, az írja már meg nekem YouTube-ba, hogy egyszerűen van rá lehetőség, hiszen ha jól emlékszem, akkor single seasonben föl lehet adni divíziókat, hogy elkezded, aztán kilépsz, és akkor aztán vissza is dob egy divízióval. Ilyen nincsen online seasonben, mert a
Divízió 1-et megnyertük már párszor, és nem akarom már divíziózni, mert pont leszarjuk ezt a 15 000 coint, amit ad egy ugyanannal nem eladható meszt, tehát a végén el kell diszkárdolni a meszt, és azért 8 meccsért 15 000 coint szenvedni az első osztályban nem nagyon éri meg, tehát lehet, hogy akár visszaesnek inkább a 6.-7. osztályba, és ott lejátszanak gyorsan ezt a 10 meccset, és nem kéne szenvedni vele a 7. osztályba. Ugye srácok, ha valaki tudja, hogy lehet feladni teljes szezonokat anélkül, hogy le kéne játszani a meccseket, vagy ki kéne lépkedni, az írja már nekünk egy YouTube-on. Na nézzük, hogy milyen feladatok vannak még így a heti feladatoknál. Top class, ugye szerez 8 gólt La Liga TOTS playerrel online seasonben, hát ugye először ehhez kéne egy La Liga TOTS játékos, talán majd abból a garantált SBC-ből. Azt mondja, tehát nézzetek meg, nyerjetek 9 online season meccset legalább 3 góllal, tehát első osztályban húrá nagyon jól lenne az is, és akkor egy small prime gold PS pakot ad, ami nem eladható, hát tényleg nagyon értelmes. Következő, ugye azt mondom, Roma Juventus lesz a hétvégén, azt mondja, hogy lőj 7 gólt online seasonben Juventus játékossal, ugye, és ad egy Shadow Chemistry style, tehát ad egy ilyen Shadow Chemistry kártyát, egy ilyen attribute, és igen, egy ilyen attribute kártyát, ami nem eladható, tehát még az ott az 5000 coin csak kapod, megértem, mennyit ér, csodás. Ugye lesz egy MLS rangadó is, azt mondja, hogy lő egy Seattle Sounders játékossal online seasonbe 5 gólt. Ez még talán össze is jöhet, a Small Prime Electrum Players Pack, mert csináltunk egy MLS-es csapatot, abban lehet, hogy van Timberes játékos, vagy Seattle-os játékos, de majd megnézem, nem vagyok benne biztos. És akkor The Comeback, ugye ez a múlt heti meccsre utal, azt hiszem. 15 gólt kell Squad Butlers-be lőni, Kácsó A játékossal, minimum profi szinten. Hát szerintem ezt még érdemes megcsinálni, kaptok érte egy Inform Douglas Costa-t, ami ugyan 15 meccses, de végül is ezt a 15 gólt, ezt nagyjából profin két meccs alatt össze lehet hozni, úgyhogy ezt megcsinálom mindjárt. Igazáról nem teszek fel a videót. Na srácok, ennyi a heti... Hát ennyi a heti... heti feladatok, videó, meg ugye ez egyik TOTS, amit meg lehet nyerni, sajnos csak egy lohan TOTS. Ennek valószínűleg nekiugrunk, de még nem tudom, hogy első osztályba, vagy pedig inkább valahogy megpróbálunk visszajutni, mit tudom én, 6.-7. osztályba, úgyse érdekel minket a season. Átveszem ezt a Crow-t. Nagyon faj a kártya, kicsit lassnak tűnik, de amúgy 99-es passz, ez elég durva. 95-ös labdavezetés, 5 csillagos weak foot, nagyon jól lehet vele ülni. 92-es shot, mibe kiemelkedő még. Gyakorlatilag a passingban mindenhol, a dribblingben mindenhol, shottingban szinte mindenhol kiemelkedő. Stamina 88, composer 99, tehát ez brutál, ball control 99, reakció 99, long pass 99, short pass 99, longshot 99, és shot power 98. Hát srácok, ez a Kroos az egy brutális kártya lett egyébként, tényleg kár, hogy csak ilyen fos 10 meccses változatba adja oda az IE, ezért akár küzdhettünk volna. Tehát ezért jobban megérni mondjuk az a 10 meccses szarakodás is az online seasonbe, mint azért a Valeriért. Na, de hát menjen a klubba. És akkor ennyi. Ennyi lenne ez a videó. Egyébként mit szóltok a La Liga TOTS-hoz, milyenek a játékosok, kiket vártatok, és kik nem lettek benne végül. Írjátok meg kommentbe, hogyha van kedvetek. Csipi voltam, szevasztok!